Megjelent Sas Erzsébet anyakönyvvezető 8. könyve, amely több évtizedes pályájának történeteiből szemezget. Nagyon-nagyon régóta gondolkodtam rajta, hogy ezeket a történeteket meg kellene írni. Aztán egyszer csak nekifogtam és megírtam, az egyik történet hozta a másikat magával, de ez nem csak az esküvői történetekről szól ez a könyv, egy kicsit a hivatali életről, egy kicsit a saját életemről, tehát egy ilyen nagyon-nagyon összefoglaló arról az időszakról, amikor én a Városházán 30 évet eltöltöttem, mint anyakönyvvezető. A történetek nyilván a legérdekesebbek, de a többit is ilyen emészthető formában írtam meg, tehát jogszabályoktól nem kell félni, az nem lesz benne egy se. 55 történetet tartalmaz a kötet, hol vidám, érdekes, szomorú is akad. Hozzátette, a könyvben több témát is érint, bemutat. Nem tudok választani egyet sem, mindegyik nagyon kedves, és nagyon szomorúak vannak benne, nagyon-nagyon szomorúak, és nagyon vidámak. Meg hát érdekesek, meg titkok, meg mindenféle, aminek az olvasók szerintem nagyon fognak örülni. És milyen vidám, illetve milyen titkos dolgokra lehet fényderíteni a könyvben? Hát például az, hogyha valaki kimondja a nemet egy esküvőn, akkor mi történik utána? Hogy lesz? Vagy ha a vőlegény nem jó helyen jár, vagy hogyha bejelentkeznek, és másnap azonnal lemondják az esküvőt, hogy mi történhet egy éjszaka alatt. Ugye ezek nagyon érdekes dolgok, és mi történik akkor, hogyha egy halálos beteg ágyához megyünk kiesketni. Tehát ezek mind olyan dolgok, amikről nem nagyon tudnak az emberek, hogy hogy működik. A szerző azt mondja, nincs recept a szerelemre, és egy kis szerencse is kell hozzá. Vagy rátalálunk, vagy nem. Van példa, meg ellenpélda is. Az az igazság, hogy amikor a vőlegény nézi a sarokba a pókhálót esküvő alatt, a mennyasszony meg éppen szemez a jóképű fotóssal, hát annak az esküvőnek nem sok jót jósolok, annak a házasságnak, de volt olyan is, hogy megismerkedtek a diszkóba mondjuk 8:30-kor, szombaton este, és hétfő reggel 8 órakor már az irodám előtt várták, hogy összeadjam őket, és azóta boldogan élnek 30 éve. Tehát nincs rá recept, hogy mennyi ideig kell ismernünk azt az embert, akivel szerencse kell hozzá. Vagy rátalálok arra az emberre, vagy nem találok rá. Sas Erzsébet kötete nem csupán szórakoztató történetek gyűjteménye, hanem értékes kordokumentum is. És hogy kinek ajánlja igazán a könyvet? Mindenkinek, akiket eskedtem, akiket nem eskedtem, akiket kétszer eskedtem, azokat, akik nem akarnak férhez menni, vagy nem akarnak megnősülni, akik megnősültek, de miért? A lányoknál ugyanez, tehát mindenkinek. Szerintem mindenki jól fog szórakozni rajta. A félszáznál is több igaz meséből az is tisztán kiviláglik, hogy az anyakönyvvezetői hivatás csak is szívvel, lélekkel lehet, szabad és érdemes művelni.